A 7. Petkupa útvonala Tivadar, Panyola, Vásárosnamény, Tiszaadony, Tiszamogyorós és a végállomás pedig Záhony. Egyre népszerűbb a rendezvény, az első alkalommal csupán 4 hajó indult el 25 emberrel, hogy jó pár kilométeren keresztül műanyag hulladékot szedjen a Tiszán. Ma körülbelül 250 ember állt rajthoz Tivadaron, több mint 10 hajóval és 50 kenóval, ugyanezzel a céllal. Petkupa, tehát mi elsősorban a PET palackokra hajtunk, de mindent kiszedünk, minden műanyag, minden vacak szemetet, azokat persze külön tároljuk, és a PET palackokat rakjuk zsákba, tömörítjük, tapossuk, hogy minél több férjen. Az elmúlt 2 évben, minden évben 10 tonnát szedtünk ki, idén is szeretnénk annyit, de nem ez a cél, hanem hogy dolgozzunk, szedjük, hogyha 9 tonna lesz, azzal is megelégszünk. Évről évre több a visszatérő csapat a Petkupán. Tavaly 1,3 tonna szeméttel a Tilos Rádió csapata lett a második. Múlt évben pont az a csapat győzött le minket, amelyiknek mi is nagyon szurkoltunk. Az a Tisza Joint nevű csapat, amelyik akkor, ha jól emlékszem, 14 országból ide látogató emberekből tevődött össze, és azért az olyan megható, amikor mások jönnek ide, hogy segítsenek nekünk megtisztítani az országot. A palackok zöme Ukrajnából és Romániából érkezik. Magyar palackot már csak elvétve találnak a petkalózok, hára az egyre elterjedtebb szelektív hullalékgyűjtésnek. A szemét okozta környezeti problémákkal a fiatalabb generáció is tisztában van, ezért szívesen csatlakoznak egy-egy ilyen akcióhoz. Figyelünk például a jégkását, saját pohárba kerjük szívószál nélkül, és ha itt is a kempingben látunk valami szemetet, van volt szelektív kuka, és oda elvittük. A Petkupa hivatalos pénzneme a PETEK, amelyből a legtöbbet az a csapat kapja, amelyik a legtöbb szemetet gyűjti össze. 6 év alatt 50 tonnát szedtünk össze, ez 500 000 PET palack súlyának felel meg nagyságrendiekben. Ennek ugye a legnagyobb részét visszaforgattuk, ugye, és újrahasznosításra került. Idén 80 folyamkilométert tesznek meg a petkalózok, ráadásul a május végi árhullám után is sok szemét visszamaradt. Így mind a résztvevők, mind a szervezők izgatottan várják a vasárnapi végeredményt.